Egy teherautónyi fertőtlenítőszer érkezett csütörtökön a Békés Megyei Központi Kórház Gyulai Logisztikai Központjába. A kartondobozokat rekordgyorsasággal ki is pakolták, hamar a helyére került minden. Ez a szállítmány már a MOL gyártásában készült. Mind készfertőtlenítőszereket, mind pedig felületfertőtlenítőszereket kapunk, amelyeket tudomásom szerint rekordgyorsasággal álltak át ennek a termékeknek az előállítására, és megfelelően bevizsgált, engedélyezett fertőtlenítőszereket fogunk a raktárba bevételezni. A főigazgató főorvos elmondta, ebben az időszakban a megszokottnál jóval nagyobb mennyiség fogy a fertőtlenítőszerekből, ezért jól jött nekik a segítség. A jelenlegi helyzetben sokkal nagyobb mennyiségben használunk fertőtlenítőszereket az intézményben. Mind a készfertőtlenítőszereket, mind a felületfertőtlenítőszereket, mind pedig a levegőfertőtlenítő módszereket sokkal gyakrabban, nagyobb mértékben kell a járvány időszakában alkalmaznunk. Ebben kapunk nagy segítséget, hiszen a piacról elég nehéz mostanában beszerezni bármilyen ilyen jellegű terméket, és nagy örömmel vettük, hogy a MOL átállt ezeknek a termékeknek a gyártására. A fertőtlenítőszerek iránt megnövekedett igény miatt a MOL szélvédő mosó helyett új, hazai alapanyagokból előállított termékek gyártásába kezdett. A gomba, baktérium és vírusölő hatású kéz- és felületfertőtlenítőszerek a cég almásfüzítői üzemében készülnek.